Az öreg fiúk sikerét követően pedig pályára lépett a kékmezes visegrádi felnőtt futballcsapat, az ellenfél pedig nem más, mint a tavalyi Megye 3 nyugati csoportjának bajnoka Duna Bogdány volt. Ha kékben Visegrád, akkor értelemszerűen a fehér-fekete mezben látható a Duna Bogdányi futballcsapat, mely idén már a második mérkőzését játsza, az első találkozót is láthatták itt a Danubia TV-n. Az egy magyar kupa mérkőzés volt, és Halászterektől szenvedett 3-1-es vereséget Bán Tibor csapata. Ez viszont egy teljesen más jellegű mérkőzés lesz, hiszen ez már bajnoki pontokért zajlik, tehát Duna Bogdány megkezdheti címvédő hadjáratát itt a Megye 3 északnyugati csoportjában. Ennyi változás történt tavalyhoz képest, hogy immár nem nyugati, hanem északnyugati a csoport elnevezése. A mérkőzés előtt felköszöntötték Szedlacsek Istvánt, méghozzá Szedlacsek János és Szendrei Lajos köszöntötte 50. születésnapját ünneplő Szedlacsek Istvánt. Korábban már a Ferencváros labdarúgói is megtették ezt. És István ugyan pályára lépett, de csak néhány percet, majd lecserélték, és átadta a csapatkapitányi karszalagot Rossz Dániel kapusnak. Azért a tízes mez, az nem véletlenül van Szedlacsek István hátán. Itt pedig az első lehetőség a mérkőzésen. Ezt az egykori visegrádi játékos Krejsz Bendegúz puskázta el. Mentségére szóljon, hogy nagyon kisodródott helyzetben volt Krejsz. Itt pedig Duna Bogdány szerzi meg a vezetést. Noha egy visegrádi játékos talált a hálóba. Healing Csaba öngóljával a 12. percben szerzett vezetés Duna Bogdány. Krejsz Bendegúz volt ismételten, aki főszerepet játszott, ő tálalt középre. Az egykori társa pedig, hát visegrádi szempontból a lehető legrosszabb helyre lőtte a labdát. Itt is, csak ez egy Duna Bogdányi próbálkozás volt. Hát Duna Bogdány mallandolt a labda. Maradt tehát a 0-1. Majd fordulunk, és jönnek a hazaiak. Egy próbálkozás, nem hogy próbálkozás, gól! 1-1! 21. perc, Stefanek Ferenc eresztette egy combos kis löketet, és Rudolf Gáboron hát talán megpattan, de sokkal inkább előtte pattan meg ez a labda. A lényegen nem változtat. 1-1. Kiegyenli tehát Visegrád. És ha egy üzlet beindul, jönnek ismételten a hazaiak. Óriási lehetőséget innen, nem tudom megmondani sajnos, hogy ki előtt. Rudolf Gábor. Rajta volt a labdán, rajta volt a játékoson, de hát nem biztos, hogy védeni tudott volna, hogyha ez kapura megy. Paulus Balázs indul meg a saját tér feléről. Egyelőre nem nagyon tudják szerelni Pauluszt. Ellövi Paulus, óriási dugó! 2-1 Visegrádnak! A 37. percben megfordítja a mérkőzést a hazai csapat. Egy zseniális egyéni megoldást követően. Hát ilyet a nagy meccseken szoktunk látni. Zseniális teljesítmény volt ez Paulus Balástól. Nézzük még egyszer! Hát sokkal korábban egyébként még a saját tér felén kapta a labdát Paulus. Megindult! Nem tudják szerelni, itt már hárman sem tudják szerelni. Ragad hozzá a labda. Elsüti a kígyótérről és be a léc alá. Gyönyörű gól. A szezon egyik legszebb találata mindjárt. Az első fordulóban. Óriási löket. De Orosz Dániel fogta. És aztán most szabadul föl a hazai a kapuja. Nézzük még egyszer. Szép volt a lövés. Második játékrész, visegrádi helyzettel kezdődött a második 45 perc. Rudolf Gábor azonban fogta a lövést, noha másodjára sikerült megkaparintani a labdát Bogdány hálóőrének. Schilling Bálint kapta a labdát, ellövi Schilling, óriási gól ez is, 2-2! Nagyszerű mérkőzés! Csodás gólt lőtt Schilling Bálint. 55. percben, nézzük még egyszer, ezt a találatot is érdemes többször megnézni. Remekül ellőtte Schilling, a legjobb helyen pattan meg számára a labda, hiszen Rossz Dániel nem tudott vele mit kezdeni. 2-2 tehát, ezt a szabadrúgást követően is maradt ez az állás, hiszen megpattant a sorfalon
és mellé ment. Majd egy újabb visegrádi próbálkozás, ez is elkerülte a Bogdányi a kapuját. Itt pedig egy vendég szabadrúgás, és egy gól! 2-3 Kruzsinszky Csaba a 82. percben eldönti a mérkőzést. Nem sokkal korábban a szabadrúgását még tudta fogni Orosz Dániel kapus, ebbe is beleért. Viszont ezzel már nem tudott mit kezdeni, bepattant gyakorlatilag oroszról a kapuba a labda. Duna Bogdány, tehát 3-2-re vezet idegenben, Visegrád otthonában. Egyébként egy zseniálisan elvégzett szabadrúgás volt ez is, de ezt azt gondolom, még megye hármas szinten is fognia kellett volna Orosz Dánielnek. Óriási blama. Hát, gyakorlatilag Bogdány megköszönheti azt, hogy az eredményjelzőn 3-2 áll. És ez maradt a vége, egy óriási potyagóllal tehát Duna Bogdány győzelemmel kezdi a 2016-2017-es futballszezont.